minden olyan egyházi, állami és önkormányzati rendezvényen részt vettünk, amire felkérés érkezett. Ez tavaly is ugyanígy történt, ettől nem tértünk el. Részt vettünk Bornapokon, Majálison, Városnapján, Orbán napi körmenet, hogy egyházi mondjunk, sportrendezvényeken, és ez a jövőben is ugyanígy fog történni, amikor megkeresnek minket, természetesen a rendezvényeket. Bátaszékváros Polgárőr Egyesülete minden jelentősebb rendezvényen részt vett az elmúlt 30 évben. A koronavírus ideje alatt sok minden változott, nem tudtak taggyűlést tartani, és sok dologgal bővült a feladatkörük. Mivel a koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt megtiltották a csoportosulást, az egy légtérben tartózkodó emberek számát korlátozták, ezért nem tudtuk az éves rendes közgyűlésünket megtartani, nem tudtunk a tagság és a támogatóink, szponzoraink, polgárőrtársaink felé elszámolni. Ugye veszélyhelyzetben mi is, mint az összes többi településen egyszemélyes döntéseket hoztunk. Ezekről a döntésekről szeretnénk tájékoztatni a tagságot, úgyis ez a polgárőrség, ez még mindig egy önszerveződő csapat, mi is ugyanolyan polgárok vagyunk, akik vezetjük, de ugyanolyan elszámos kötelezettséget tartozunk nekik, tájékoztatjuk őket az elmúlt időszakról, a vírushelyzetről, milyen tevékenységeket végeztünk az önkormányzat és a mi megyei szövetségünk vagy országos szövetségünk felkérésére, plusz ugye pénzügyi helyzetről kellett dönteni, előző évi beszámolót el kellett fogadni, az idei költségvetési terveket, szakmai terveket el kellett fogadni, ugye sajnos ezt az ötfős elnökség fogadta el, és most erről fogjuk tájékoztatni a mi tagjainkat. Az első és legfontosabb volt ugye a rend és a fegyelem fenntartása. Tehát tőlünk a polgármester úr is azt kérte, polgárőr mozgalomtól is az elvárás az volt, hogy közteleti jelenléttel vegyük elejét a rendbontásoknak, foganatosítsuk azokat a döntéseket, amiket az operatív törzs hozott, szájmaszt, ne csoportosuljunk, ne menjünk játszótérre, másfél métert tartsunk be a boltokba. Volt olyan feladatunk, hogy a takarékszövetkezetbe beengedni kellett az embereket, csak a megfelelő létszámba, a piac úgy nyílhatott csak meg, már húsvét előtt is, hogy polgári jelenlét kellett, ugye ott is fontosan a maszk és a másfél méter betartásának a foganatosítása. Mégis ez töltötte ki az egészet. Emellett ugye szájmaszkokat hordtunk ki, segédcsomagot hordtunk ki, boltba mentünk öregeknek, szereztünk be védőeszközöket az önkormányzatnak felkérés alapján, vagy a megyei szövetséghez mentünk föl, és a déli, Tolna megye déli részén fekvő településeknek a saját autónkkal szórtuk ki a védőeszközt, amit központilag biztosítottak. A veszélyhelyzet alatt maximálisan kitettek magukért a polgárőrség tagjai, így az elnökség úgy döntött, hogy elismerő oklevélben részesíti azt a 8 tagot, akik a legtöbbet tették ez idő alatt a városért. A polgárőrség tagjai eddig sem unatkoztak, és ezután sem unatkoznak majd. Ha tehetik, minden felkérést elfogadnak, hogy segíteni tudjanak. Az írásba tudják azt lefektetni nekünk, hogy azt kérik, hogy ezt az utcakat zárjuk le, vagy a koszorúzás zavartalanságát biztosítsuk, vagy a sportrendezvényen kiemelt létszámban vegyünk részt, mert mondjuk Bátaszék bejutott a Magyar Kupa csoport körébe, és az Újpest jön le. Tehát mind olyan szakmai kívások, amire készülünk, és ezt szeretjük mi írásba kapni. Nem kekeckedni akarunk, de ugye nekünk is egyszerűbb a papírról látjuk, és az alapján szervezzük, tehát mindig felkérés alapján megyünk, és ugye a vállalat szolgálatokat, meg azt mi szervezzük meg, Bátaszéken hetente 3-4-5 alkalommal is éjszaka szolgálatot tartunk. Vagy délután, vagy nappal, tehát ez teljesen kiszámíthatatlan időben megyünk be. A polgárőrségnek az erejét, a társadalmi bázisban való erőt azt észrevették már szervezetek is, és rengeteg támogatási szerződés vagy együttműködési megállapodás kötöttnek nekünk országos vagy megyei szinten, amit nekünk ugye itt végre kell hajtani, és ez nagyon sokszor közteti jelétől veszi el. Én kicsikét híve vagyok annak, és ezt hangoztatom is, hogy vissza a gyökerekhez, és a településünk közbiztonságért tegyünk, hiszen ezért alakult meg a polgárőrség. Jövőre jubilálunk, 30 éves lesz a polgárőrség. A Bátaszéki Polgárőrség az országban elsőként alakult meg, az egyik elsőként megalakult egyesület volt. A maga a polgárőr eszmeiség kialakulásánál Bátaszéken ezt azonnal magukénak érezve megalakították a polgárőrséget. Jövőre lesz a 30. évünk, ennek szeretnénk egy, és pont abból is kifolyólag, hogy idén azért nem tudtunk egy normális közgyűlésre tartani, jövőre egy kicsit hatványozottabban megünnepelni a 30. jubileumi évfordulónkat. Szeretnénk, sőt, hát fogjuk is, ugye Túros András elnök úrtól már van egy szóbeli ígéret, hogy jön személyesen. Ő nagyon ritkán jár Pesten kívülre, tehát az nagy dicséret, meg nagy elismerés, hogy személyesen lejön az irodátadónkra, például ő lejött személyesen. Megyei elnök úr, kapitányság vezetők,
katasztrófa igazgatója, az új rendőrfőkapitány még nem volt lent nálunk személyesen, ezt is pótolnánk, az új szexádi rendőrkapitánnyal is, csak jó magam találkoztam, de a társaim nem. Őket szeretnénk mind megszólítani, az öt települést, akit mi csinálunk, azoknak a polgármester képviselői. Tehát szeretnénk egy ilyen jó nagy körbe egy bensőséges 30. jubileumi évfordulót ünnepelni. A 30. évfordulóra új logót készítettek, amin feltüntetik a jubileumi számot is. A bátaszéki polgárőrség 5 településen működik már. Kezdetben Bátaszék, Mórágy, Alsónyék és nemrég csatlakozott Alsónána és Pörbő is. A bátaszéki polgármesteri hivatal segíti az egyesületet. Legutóbb 2 kerékpárt adományozott nekik, és hamarosan pályáznak majd 2 robogóra is, hogy minél rugalmasabban tudják munkájukat végezni az egyesület tagjai. A vírus után első alkalom, hogy a bátaszéki polgárőrség tagsága összejön és kiértékeli így egy kicsit szélesebb körben, mi is történt a veszélyezett időszak alatt, hiszen ők ebben az időszakban is igen aktív tevékenységet folytattak. Próbálták a lakosság nyugalmát a jelenlétükkel megerősíteni. Hát erről fogunk ma néhány gondolatot váltani, és hát mindazokról a hátralévő feladatokról, amik még 2020-ban a polgárőrségre várnak, hiszen azért reményeink szerint egy igen jelentős rendezvényt is meg tudunk tartani szeptember hónapban, nevezetesen az 5. bátaszéki bornapokat, ahol évek óta a rendezésben aktív szerepet játszanak a polgárőrök, hiszen egyrészt a fellépő művészek testi épségére vigyáznak, hozzátéve azt, hogy természetesen nem kell, de azért részt vesznek ebben a dologban. Útbiztosításokat szoktak végezni, tehát ez egy komoly feladat számukra. És hát még az év hátralévő részében azért lesznek olyan szabadtéri rendezvényeink, ahol gyakorlatilag ők segítségükkel tudjuk ezeket megszervezni. A munkájukat alapvetően gépesítve látják el, de hát próbáljuk kicsit környezetkímélőbbé tenni az ő tevékenységüket is. Ezért a mai nap folyamán 2 kerékpár is átadásra kerül. Bízunk benne, hogy ezzel is egy kicsit itt a városon belül közlekedve azért fent tudják tartani tényleg a városunknak a nyugalmát. Ebben próbálunk majd együttműködni, hogy a feltételeket továbbiakban is tudjuk biztosítani. És ahogy elnök úr is tájékoztatott, elismerő oklevelek átadására is sor kerül, hiszen néhány polgárőr társunk azért jobban kivette a részét az elmúlt időszaknak a munkavégzéséből, az ő munkájukat szeretnénk ezzel elismerni.